Jó napot kívánok! Nézzük meg azt, hogy egy spamnek hogyan lehet azonosítani a forrását. Hát ez a spam, ez egy olyan levélcímre jött, itt lehet is látni, ami nem konkrétan az én postafiókomban van benne, hanem egy citroméles címemről átirányítódik ide hozzám. Hát itt különböző fejléceket is lehet látni, de a lényeg az, hogy minden levelező kliensben, tehát Citromailben is, Gmailben is, minden modern levélolvasóban, Thunderbirdben, Macmailben van olyan, hogy a levél forrását meg lehet tekinteni. Hát ezt rákattint ide az ember, akkor ami hasonlót lát, mint itt, ez az e-mailnek a fejléce, ez itt lejjebb, ez meg a szövege. Hát ugye itt, ha jobban megnézzük, akkor itt az ékezetek kódolva vannak ilyen módon. Ugye itt azt írja, hogy kipróbáltam az utóbbi időben, és az ő betű az így van például itt kódolva. Hát ez egy kód, de lényeg az, hogy a receive sorokat, tehát ezeket a sorokat kell figyelni, és ki is színesítem itt. Tehát ezek a sorok jelzik, hogy milyen szervereken keresztül ment a levél, még eljutott ugye hozzám. Igen, itt is van, hogy ugye a Citromailnek a Server 30 nevű szerveréről fogadta az én szerverem, itt a dátum is, stb. A tetején van a legutolsó, tehát ami legközelebb van az én postafiókomhoz, és egyre lejjebb, minél távolabbi szerverek, amiken, vagy nem is szerverek, hanem mondjuk, hogy a szerveren futó programok, aminek a kezén átment ez a levél. És ugye elméletileg a legutolsónak kéne lenni annak, hogy ez hogy mint működött, de mivel a spammerek hamisítanak fejléceket is, azért mindig azt a levélfejlécet érdemes megnézni, amelyik már egy ismert levélszervernek a received fejléce, tehát a fogadás fejléce. Ugye itt jól látom, akkor ez az a fejléc itt, ez amit most kékkel kijelölök. Ebbe itt ugye az van, hogy ettől a royalmix.pv nevű ilyen IP című szervertől fogadta a Citromail 28-as szervere ekkor. Ugye itt van a pontos dátum. Ez itt azt jelenti a végén, hogy 2 órával van a Greenwichi idő után. Ez a 13 óra, tehát ez egy az időzóna jelölés. Ez az M-filter, ez pedig bizonyára egy programnak a neve, ami üzente, ez meg a azonosítója ennek a levélnek. Tehát akkor erről az IP címre jött a levél, ezt a Citromail detektálta, és én elhiszem a Citromailnek, hogy ez nem füllentett, hanem tényleg ez az. Akkor ezt kimásolom, ez be is lehet csukni ezt az ablakot, és akkor nyissunk egy újabb, egy kicsit ezt följebb tolom. Jó, és akkor van egy olyan szolgáltatás, hogy whois.domaintools.com, és oda perjel után írjuk be ezt az IP címet, és ez meg fogja mondani, hogy ez honnan jött, ki ez, mi ez az IP cím, kinek a hálózatába tartozik. Hát itt még azt is közli, hogy a úgynevezett reverse DNS, tehát a visszafelé feloldott DNS név szintén erre a royalmix.pv nevű doménre van beállítva, ami egy elég abnormális domain. Nézzük is meg, mi ez a PV, Professional Web domain. Hát spammerek sűrűn használnak ilyet, én még honlapot nem láttam, ami PV-re végződne, bár biztos van sok. Tehát itt azt mutatja, hogy ez a Hetzner nevű nagyon olcsó szervereket biztosító szolgáltatónál van ez a levélszerver, ahonnan ez jött, tehát feltehetően ez egy spammer lesz. Hát ilyen módon lehet a végére járni annak, hogy érkeznek meg a levelek, és ugye a levél forrására kattintva itt ki lehet nyomozni, hogy honnan is, hát itt megint, ha megkeressük, akkor innen jött a levél.
Hát minden jót kívánok, viszonthallásra!